A rétesevés lesz a fő témája az idei sváb hétnek a Mosolyország óvodában. Február 20 és 24-e között számos színes programot kínálnak majd az intézményben a gyermekeknek. Maga a sváb hét az egy hétből áll, de meg fogja előzni egy úgynevezett előkészületi hét, amikor a gyerekek rá fognak hangolódni erre a rétesevés hagyományőrzésre. Az első héten a gyerekekkel réteseket fogunk készíteni, különböző ízben, úgy, ahogyan a régi vecsési emberek készítették a réteseket. Fogunk készíteni megyes rétest, túrós rétest, diós rétest, almás rétest és káposztás és krumplis rétest, ami igazán egyedi és igazán csak a vecsésiek készítették. Ez lesz az előkészületi héten. Az előkészületi héten próbáljuk a gyerekeket ráhangolni azokra a szavakra, ugye magyarul, németül is, amik a rétesevés hagyományához, ünnepköréhez kapcsolódnak, majd akkor következni fog a második hét, a valódi sváb hetünk. Az óvodai környezetben hogyan jelenik meg majd ez a sváb hét? Próbáljuk a gyerekekkel megismertetni a rétesevésnek a hagyományát, hogy mi is az a rétesevés, hogy hogyan is zajlott ez régen a régi vecsési embereknek az ünnepkörében. Ugye arról szól ez a rétesevés, hogy régen ebben a téli időszakban, a farsangi időszakban, lehet azt mondani, egész hanvazó szerdáig az emberek nem igazán tudták a mezőgazdasági munkákat elvégezni, ezért ilyenkor szervezték az esküvőket, meg ilyenkor volt a báli időszak tulajdonképpen. És azok az emberek, akik házasok voltak már, nem igazán volt nekik báli lehetőség, és kitalálták ezt a rétesevés ünnepséget, amikor beöltöztek a férfiak menyasszonynak, egy úgynevezett bolond esküvőt, egy esküvői paródiát játszottak el, úgy mondják ezt, hogy Narrenhochzeit, a régiek, és beöltöztek a férfiak menyasszonynak, volt egy vőlegény, és elmentek a lányokhoz, kikérték őket, és a lányok pedig cserébe frissen sütött rétessel kínálták őket. De elsősorban szeretnénk ezt a hagyományt megismertetni a gyerekekkel, és nem csak báloztak a rétesevés után az emberek, hanem utána jelképesen eltemették a farsangot, és elbúcsúztak a téli időszaktól is. Ugye a hanvazó szerda után megkezdődött a bőti időszak, és készültek a húsvéti ünnepkörre. Itt az óvodások körében lesz majd beöltözés? Igen, tervezünk beöltözést is. Ugye úgy lesz a hét, ez a sváb hetünk, hogy hétfőn lesz egy ünnepélyes megnyitó, amikor itt a székhelyünkön mind a három csoporttal be fogunk menni a tornaszobába, de a telephelyünkön is ugyanúgy a süni csoport meg fogja tartani a saját kis megnyitóját, és a három csoporttal bemegyünk a tornaszobába, ilyenkor egy hatalmas nagy úgynevezett szeretetkört alakítunk, megfogjuk egymás kezét, és elénekeljük magyarul és németül is a kis köszöntő énekünket, és megbeszéljük, hogy miről is fog szólni ez a sváb hét. Ugye a rétesevéshez, mint mondtam, a rétes és a táncolás, a báli mulatozás is kapcsolódik, ehhez pedig a hangszerek. Nagyon nagy örömünkre a zeneiskola igazgatójának ezúttal is köszönetet szeretnénk mondani. El fognak jönni hozzánk a hétfői napon egy kisebb zenekarral, a zeneiskola növendékeivel, különböző hangszerekkel, és ezeket a hangszereket be fogják mutatni a gyerekeknek. Ugye ezek tradicionális hangszerek, mint a trombita, a harmonika, a dob, a cintányér és a klarinét, ezeket szeretnénk közelebbről, hogy megismerjék a gyerekek, és utána, amikor bemutatták ezeket a hangszereket, egy kisebb koncertet fognak nekünk előadni. Nagyon nagy örömünkre meghívtuk a tanítónéniket is, a partnerovodánkból, partnerkapcsolatainkat is, a falusi nemzetiségi óvodából és a többi vecsési óvodából is az óvónéniket, hogy ők is velünk együtt ünnepeljenek. A következő napon szeretnénk ezeket a hangszereket a gyerekekkel, mint egy ilyen barkács műhelyben elkészíteni. Reméljük, hogy sikerülni fog. Ehhez a szülők segítségét kértük, hogy gyűjtsenek nekünk sajtos dobozt, alufóliás hengert, hogy a klarinétet el tudjuk készíteni, cintányért fogunk, harmonikát fogunk készíteni a gyerekekkel, és hogy a fényképezéshez, beöltözéshez visszatérjünk. A gyerekek kedvük szerint beöltözhetnek egy fotósarokban, hogyha szeretnének ők is úgy, mint a bolond esküvőn, hogy a fiúk felveszik a menyasszonyi fájtlat, a lányok felveszik a kalapot, és lefotózkodhatnak fordított szerepben. Persze ez nem kötelező, csak akinek majd kedve lesz hozzá. Aztán következni fog
mondjuk a csütörtöki nap, amikor is el fogják játszani a felnőttek a rétesevésnek a hagyományát, be fogunk öltözni, lesz egy teknő, amiben a farsang be fog feküdni, vagy a tél, és el fogjuk temetni a telet és a farsangot, de ott a végén egy nagyon vicces jelenet lesz a régi szokások szerint, ki fog ugrani onnan a tél vagy a farsang, és le fogja spriccelni a gyerekeket vízzel, és akkor gondolom, hogy az egy nagyon jó kis mulatságos jelenet lesz a gyerekek számára. És aztán el fogunk jutni a pénteki naphoz, ami tavaly is volt, és nagyon nagy kedvencünk a gyerekeknek is, és mindannyiunknak, az úgynevezett Station Arbeit, amikor is játékállomások lesznek az óvodában. Ilyenkor bezárjuk az ajtót, és az egész óvoda együtt tevékenykedik. A gyerekek szabadon mozoghatnak minden egyes helyiségben. A tornaszobában is lesznek játékállomások minden csoportban, de még az irodában is lesznek. És ami idén egy különlegesség lesz, ugye tavaly kiállítást szerveztünk, most ehhez a témakörhöz rétes kiállítást sajnos nem áll módunkban megszervezni, de a szülőket szeretnénk bevonni egy közös játékra, és délután 5 órától 7 óráig szeretettel várjuk és hívjuk őket, hogy a gyerekekkel együtt jöjjenek el az óvodába, és járják végig ezeket a játékállomásokat. Ami még a úgymond slusszpoén a játékállomásoknál, hogy a gyerekek nyakában van egy úgynevezett geldbőrze, egy kis pénztárca, egy kávéfilterből készített jellel ellátott pénztárca, és ilyenkor a Schwab hét elején kinyílik a kincses dobozunk, ami tele van arannyal, 5 forintossal, és ahogy a játékállomást ők jól teljesítik, a kis pénztárcájukba kapnak egy aranyat. És abból az aranyból, ugye, hogyha körbejárják ezeket az állomásokat, 6 arany tud összegyűlni nekik, abból az aranyból a rögtönzött büfé, ami a konyha előtt van kialakítva, vásárolhatnak majd természetesen rétes, meg egy kis üdítőt. Ott is arra törekszünk, hogy németül fogják megkérdezni a kollégák és a kolléganők, hogy mit szeretnétek, szeretnél enni, vagy szeretnél inni, és arra törekszünk, hogy ők majd tudják mondani, hogy melyiket szeretnék, és illetve tudják majd azt, és ezzel ugye a számolást is tudják gyakorolni, hogy hány aranyba kerül a rétes, vagy éppen az üdítő.